Az a gyönyörű ebbe a faluba, hogy itt a szalmának kettő szerepe van. Az egyik az, hogy kenyeret készítenek ugye a búza fejéből, a szárából meg kalapot készítenek, amit én aztán úgy fogalmaztam meg, hogy amely megóvja őket attól a napsütéstől, amely megérleli a búzát, amiből kenyeret csinálnak. Amikor neki fogtam kalapozni, akkor nem volt se gépem, se présem, úgy varrattam. És aki vart nekem, aztán közben eladó lett, és akkor vettem meg az egyik gépet és a prést. Úgyhogy elég nehéz volt összeszedni, mert akkor még a kalapnak keletje volt, úgymond, és bizony egy ilyen varrógépe, egy tehenárat kellett adjak. Ezek a marokszalmák, hogy mondjuk neki, miután learadták a búzát, itt volt a kalásza, ezt szálanként a kévékből kiszedik, és levágják a fejet. És akkor így markokba kötik, azt mondják marok. Na, ezt megtisztítják, úgy mondják, hát lényegében kitokolják. Itt a bognál ügyesen egy kicsi késsel, most én kézzel csinálom, és így ügyesen teszik az ujjok közé, veszik a másikat, itt a bognya, és így kitokolgassák az egészet, amelyiknek van elég hossza. Ha van vastagabb, vékonyabb, és azt akkor összekötik úgy, mint az előbb, amit a feleségem mutatott, és akkor megválogatják vastagság szerint, négy fele, három fele. De legalább négy fele kell válogatni. És akkor úgy fonják. Lesz vékonyabb, vastagabb fonás, 40 méteres végekből. És azt, hát általában itt eladják, mert mondom, ketten vagyunk a faluba, akik varjuk, és a többit idegenek viszik el, és azok dolgozzák fel. Ilyen jutnak az ország és a világ nagy részére. Ilyen 40 méteres végekből fonják, és akkor áthajtjuk ezen a mongorló, úgy mondjuk neki. Nem tudom, mert kicsit nem magyaros szó, de nem tudom, igaz, a gépek is a 100 eredetűek. És miután áthajtjuk, azért, hogy a gépen könnyebb legyen a varrása, ne akadjon. Akkor neki fogunk a varráshoz. Na most már ez is villannyal megy. Régebb lábba hajtották ezeket. Így kezdjük el a kalapot. Most én ilyen fogóba szorítom, mások kalapálják ki, hogy ez mind azért van, hogy itt a papucs alatt menjen. Csinálunk még egy tűrést rajta. És akkor itt beállítjuk, hogy mennyire varjuk, mennyire sűrű. És elkezdődik a varrás. A tetejét indulunk mindig. Ez most férfinek indítottam. Különben a nőjét is ugyanúgy indítsák, így kezdik, csak a fejet kisebbre varják, meg alacsonyabbra. A jellegzetessége a 11 szálú, meg hogy sűrűbben varjuk.
vékonyabb anyagból és sűrűbben, mint amit a piacra viszünk. És kisebb karimával, ami jellegzetes a jobbágytelti embereknek. A piacon jobban szeretik a nagyobb karimát, nagyobb árnyékot tart. Mert így sűrűbben varva nehezebb a kalap is. Na de hát itt ezt szokták meg, mert mondom, régebb ugye a kézzel varva tömötten, és most, hogy jött ez a gépesített világ, hát most áttétek, szóval ugyanazt a formát viselik, csak kisebb karimával és tömöttebben varva. Hát, most már a kalapnak az oldalát varjuk, már a tetőt elkezdtük, mert ez lesz itt fejül a tető, és ezt mondjuk, mikor rendelésre, számra kell varni, ezután igazod. Hát ez egy olyan irányító forma, hogy mekkorára varjam. A lényegében ez azután, hogy találjon arra, vagy nagyobb legyen, vagy kisebb legyen, ez nem ad semmi. Csak az, hogy irányodjak, hogy körülbelül mekkorát varjak. Volt egy kalapos néni, már most meg van halva, és ő kezdett hívogatni, hogy vigyem elő, tehát a piacra, meg itt vásárolt egy végbe, mert ide valósi volt, de a szomszéd faluba nem férhez, és ott folytatta ezt a kalaposságot. És akkor jött, vásárolt anyagot, és akkor megkért, hogy vigyem haza. Aztán így fiatal voltam még, akkor én is egy kicsit gondoltam, neki fogok én. Aztán úgy nekifogtam, elején úgy varrattam másokkal. Aztán addig néztem, hogy szereltem gépet, aztán nekifogtam én is varrat. Jönnek messzünnen más feldolgozók, felvásárolják így 40 méteres végekbe. Egész Besztercse, Szatmár, vidékéről jönnek, és elviszik így végekbe, felvásárolják, és feldolgozzák őt. Megvan a felszerelésük nekik. Azok csak a feldolgozásra foglalkozik. Mi itt a fonástól elkezdve mindent itt csináljuk. Van, amelyik kicsit magasabb a teteje, van, amelyik milyen a forma. Hát ezt úgy télen az asszonyok fonják, általában az asszonyok, a férfiak kevesen. De hát itt mindenki gyerektől, mindenki tudja. Ezt télidőben a szalmát odakészítik és fonogassák. Akkor nincs úgy a mezei munka se, és téli estéknél is, napközben is fonogassák, hát nem összegyűjt. Fonás előtt már a vetéstől elkezdődik a munka. Mert azt a fajta búzát kell vetni, amelyiknek a szalmája jó. Van ez a hosszú szárú, puhább a szalmája, ez a régi fajta. Kevesebb a termése, de itt nálunk már így a szalmának azt kell vetni, hogy legyen szalma. Mert ez az újfajta búzáknak, ezeknek nem jó a szalmája. Most jön a karima, ez aztán szintén ízlés szerint, tetszés szerint. Van, aki nagyobb karimával szereti, van, aki kisebb. A gond az, hogy most már nincs olyan kereset rá, mint régen. Régen hordták a szalmakalapot, mert a mezőn dolgoztak reggeltől estig, kellett a szalmakalap. Most meg az árnyékban csak úgy néha használják. Kevesebben, az öregebbek inkább. Aztán ezek a csomó kínai dolgok, ezek levertek. Szóval úgy az árat, hogy azokkal nem lehet versenyezni. Most befejezzük. Ezt csak ilyen kicsi karimával hagyom, mert itt a faluban ez megy jobban. Ez 54-esnek indult, és az is lesz belőle.
ennyi a varrás. Ez lenne a prés. Hát ez 150 év körül, ez így fölemelődik. Itt alul befűtődik neki, ez a forma. Ez így szám szerint jönnek, cserélni lehet mindegyiket, szóval a férfiaknak számjuk, a nőieknek formájuk. Hát ez alumíniumból van, hogy könnyebb legyen a felmelegítése. Mert fel kell melegíteni úgy, mint a vasalót. 54-es, hogy legyen. Azt nézem, hogy... Mert ezek a férfi kalapok, ezek számozva vannak. 51-estől elkezdve 56-osig. Már mind a felméretjük. Most meg akarom préselni. Ezt betesszük a fejbe, hogy, mert a formának van egy olyan, mikor megnyomom, meglátszik. Kapja meg a formát. És akkor mondom, ezt igazság szerint felhevítjük, csak most már nem gyújtok, mert annak kell egy óra, ha nem több. Egy órányi, hogy felmelegedjék. Mind a vassal úgy jó pezsegjen, annyira fel kell hevíteni. És akkor így rányomjuk. Melegen jobban megmarad, úgy a formát jobban megtartja. És akkor ez a vízzel meg felpompáljuk. Itt a felső részén van egy gumi, akkor felemelem, megmutatom aztán. Van egy ilyen pompa. Ilyen szívó nyomó pompa. És itt nézzük az órát mennyire. A nyomást mennyire adjuk meg neki, és akkor visszaeresszük a pár másodperc után, mikor forró, hogy ne égjen meg a kalap, hanem megperzselődik, ha sokat tartjuk. És akkor kivesszük a alapot, és kap egy ilyen formát. Hát ezt így a befejezést szokták hátulról hagyni, és a díszítést is aztán így teszik rá, hogy magyaroknak legyen baloldal. A magyarok úgy hordják, a románok jobb oldal. Így szokták. Aztán lehet így tűrni, tetszés szerint elő egy kicsit letűrni, hanem két oldalt fel, azután formálható ez már. Kicsit megnyírkosítsa, és úgy szárítsa meg, és úgy marad akkor. Ki hogy akarja.